A járványhelyzethez alkalmazkodva idén online formában bemutatott, különleges riportvideóval készültek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai a Magyar Kultúra napjára. A képes összeállításban az először 1968-ban Szekszárdon, Kalocsán és Baján a környező falvak bevonásával elindított és egészen 2008-ig megtartott Dunamenti Folklor Fesztivál történetét dolgozták fel. A videóban a rendezvény múltjáról a szervezésben szerepet vállalók szólaltak meg. Három városban zajlott egyszerre egy időben, mindegyik város maximum 10 együttest hívott, vagy annyit, amennyire a pénztárcája futotta. Ezek közül ugye mondtuk, hogy az együttesek lehettek testvérvárosi együttesek, lehettek egyéb kapcsolatból fakadó meghívások. 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra napját január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a himnusz kéziratát Szatmárcsekén. Ennek apropóján Bonyhádon a Solymár Imre városi könyvtárban minden esztendőben olvasóversenyt indítanak ekkor, elsősorban a gyerekek számára. A felhívás szerint a vállalkozó szelleműeknek karácsonyig kell minél több kötetet elolvasniuk. Az elmúlt évben győztes gyerek 144 könyvet olvasott el ez idő alatt. A feladat, hogy a könyvtárból egy szabadon választott könyvet ki kell kölcsönözni, hazavinni, kiolvasni, utána visszahozni és a tartalmát röviden elmondani nekünk, könyvtárosoknak. A Dombóvári Tinódi Ház közművelődési non-profit Kft. Különleges módon ünnepli idén a Magyar Kultúra napját. A könyvtár és a művelődési ház közösen szervezett kiállítást, amely a Reflexiók online térben nevet kapta. A Tinódi Ház közösségi média oldalán is láthatnak fotókat és videókat az érdeklődők. Azonban a tárlat érdekessége, hogy a Varga Gábor által készített grafikák a művelődési ház épületének ablakaiban helyezkednek el. A könyvtár ablakaiban pedig Janikovszky Éva életéről tudhatnak meg többet az arra sétáló dombóváriak. Az ablakban a Janikovszky tárlat és a Magyar Kultúra nagyjai alcímet viseli, és egész pontosan természetesen a teljesség igénye nélkül próbáltuk összeszedni különböző korokból a magyar kultúra nagyobb alakjait. Itt építészek, zeneszerzők, írók, költők, regényírók láthatók többségében. A Magyar Kultúra napjáról való megemlékezés ötlete Fasang Árpád zongora művésztől ered, aki 1985-ben vetette fel az ötletet.